Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert vétkeztünk el. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket,
te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Ezt a szent misét elhunyt Szent Fülöpi házaspár lelki üdvért ajánlom fel. Könyörögjünk. Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Szent Margita, te kegyelmedből fonta egybe a szüzi élet szépségét és a jó cselekedetek érdemét. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt második leveléből. Testvéreim, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Isten ajánl. Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis oktalanságot, sőt, viseljetek el engem is. Én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek el Krisztushoz benneteket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Halljad, leányom, figyelj szavamra, felejtsd el népedet és atyád házát. Szentségedet kívánja a király, mert ő a te urad hódolj előtte. Íme jön a vőlegény, menjetek az Úr Krisztus elé. Okos szűz, akit az Úr ébren talált, és amikor megérkezett, az Úr bement vele a mennyegzőre. Alle, alleluja! Az Úr legyen veletek! És a telkedben! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek ország olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. Balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták.
Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Viraszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mi Szent Margitunk, Árpádházi Szent Margit, mindössze 29 évesen költözött át a mennyországba. 1240 és 70 között élt. Egy domonkos apáca volt, aki amikor gyerekként eszmélt, kolostorban találta magát. És először a dajkája kezdte mesélni neki, Margitka, te királylány vagy, édesanyád a királyné asszony, s tudod, amikor te még meg sem születtél, tatárok jártak Magyarországon, és pusztult minden. Édesapád is, édesanyád is menekült. És menekülés közben fogadalmat tettek, hogy ha mindenható Isten és a szűzanya megmentik az országot, akkor ha kislányuk születik, odaadják az Úrnak, apácának. És tudod, Margitka, te vagy ez a kislány. Ő hallotta és fölfogta, hogy őt a szülei az országért ajánlották fel az Úrnak, apácának. És mire 7-8 éves, az Úr Jézussal kerül olyan kapcsolatba, hogy ő megismétli a fölajánlást. Uram, ha engeded és akarod, én apáca leszek, minden föntartás nélkül neked adom magam, amint a szüleim megígérték. És elkezdte élni a szenvedő Krisztusnak teljesen odaadott életet. Ajándékul pedig egy fölismerést kapott, hogy amit a megfeszített Krisztusnak akarsz tenni, tedd meg a melletted levő felebarátodnak, a nővértársaidnak. Margit tehát szolgálta az öregeket, a kicsinyiket, a betegeket, kit hogyan kellett és lehetett. És főleg olyan dolgokban volt igen tevékeny, amelyektől a többiek iszonyodtak, vagy méltóságukon alulnak tartották. Ő boldogan mosott, takarított és ápolta a legsúlyosabb betegeket. És 10 éven át nagyon keményen meg kellett küzdenie azért, hogy a fogadalmát megtarthassa. Mert amire ő 8 éves lett, addigra a királyi pár úgy gondolta, okosabb lenne férhez adni. És kinézték neki férjül az egyik szomszéd fejedelmet. És Margit megérezte, hogy ez most maga a kereszt lesz, mert azokkal kell szembe fordulnia, akiket a leginkább tisztel és szeret. De kitartott, imádkozott, harcolt és vezekelt, amíg lehetette az örök fogadalmát. És közben egyre inkább meglátta azt is, hogy ennek az országnak, amely túlélte a tatárjárást, egy óriási nagy baja a széthúzás és a megoszlás. Ezért élete hátralevő idejét a hazájáért ajánlotta föl, a magyar népért imádkozott, és vezekelt mindvégig. Istenem, Krisztusom, add meg az enyéimnek, add meg a népemnek az egyetértést és az egységet. Amen.
Kérjük testvérem a mindenható Istent, hogy Árpádházi Szent Margit engesztelő életének érdemeiért fogadja kegyesen könyörgésünket. Add, Urunk, hogy főpásztoraink, papjaink és hívő népednek minden áldozata engesztelhet téged bűneinkért. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy hitvalló életünkkel és buzgó imáinkkal segítsük országunk boldogulását. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy Szent Margit példáját követve szívesen teljesítsük mindennapi kötelességeinket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy ifjúságunk tisztelje és kövesse Szent Margit tiszta életének példáját. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy beteg testvéreink Szent Margit példájából erőt merítsenek az érdemszerző szenvedéshez. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy elhunyt Szent Fülöpi házaspár Isten irgalmából békességben nyugodjék. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Istenünk, te Szent Margit által megmutattad, hogy mennyire kedves előtted a készséges áldozatvállalásban és az engesztelő imádságban eltöltött élet. Add meg, hogy mi is készen álljunk embertársainkért imádkozni és áldozatot vállalni. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Még ifjon magához, az Isten felvette, az örök életben megdicsőítette. Szűz Szent Margit esedezzél, nemzetünkért az Istennél. Szép magyar lilium! Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az áldozatot, legyen Szent Margit szűz életében kegyelme csodás erejét ünnepeljük, kérve kérjük felségedet, Urunk Istenünk, hogy mint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Ezért a szentekkel és minden angyalal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istened. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevébe.
Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és itt elhagyunk feltámadásra, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje, legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel, engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten báranya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báranya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
veszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Beteg testvéreinkkel, akik nem tudnak jelen lenni a Szent Misén, imádkozzuk el a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Légy Krisztusnak, drága szenteste, áldott légy Jézusnak, píros szentvére. Ó, mi áldott vagy, oltári szentség, angyali drága vendégség. Üdvözlégy nagy szentség, életadója. Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. Vagy oltári szentség, angyali drága vendégség. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, te isteni adományoddal megerősítettél minket. Add, hogy Szent Margit példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ér, mondjunk áldást az Úrnak. Isten, Istenem, Istenem. Dicsérjük Jézus szentséges szűz anyját, a szép mennyország szín aranyját, az égnek drága gyönyörűségét, a kerek földnek legragyogóbb jelen vagyon az Istennek fia, itt jelen vagyon
feláldozott bárány, itt jelen vagyunk, erős igaz Isten, a Jézus Krisztus. Itt jelen vagyunk, váltságunknak napja, itt jelen vagyunk, bűnünk megrontója, itt jelen vagyunk, szeretetnek lángja, a Jézus Krisztus. Adja mi nékünk az ő szent országát, hogy megláthassuk szentséges lakását, angyali kardból tiszta szép orcáját, és ő szent atyát. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni felség, Isten és ember Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, mennyi és föld, Ura Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.